Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a galileai tengerhez érkezett. Fölment egy hegyre és leült. Nagy sokaság jött hozzá. Hoztak magukkal sántákat, bénákat, vakokat, némákat, meg sok más beteget, és lába alá tették őket. Valamennyiüket meggyógyította. Amikor a nép látta, hogy a némák beszélnek, a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok látnak, elámult és magasztalta Izrael istenét. Jézus akkor összehívta tanítványait és így szólt hozzájuk. Sajnálom a népet, már harmadnapja kitartanak mellettem és nincs mit enniük. Nem akarom étlen hazaküldeni őket, hogy ki ne dőljenek az úton. A tanítványok erre megjegyezték. De honnan szerzünk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget ellássunk? Jézus megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? 7, és néhány apró halunk, felelték. Erre meghagyta a népnek, hogy telepedjenek le a földre. Aztán fogta a 7 kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte, és odaadta tanítványainak, a tanítványok pedig a népnek. Miután mindnyájan ettek és jól laktak, 7 kosár kenyérmaradékot szedtek össze. Ezek az evangélium igéi.